Mosószeres flakonok, karóra és kozmetikumok. Mindent vitt a két rablónő, amit az áldozatházában találtak. Eredetileg azért mentek oda, mert a súlyosan sérült, idős látássérült nőnek felírt kedélyjavítókat akarták megszerezni. Csak hogy az asszony nem adta oda azokat. Ekkor kezdtek el dulakodni. A sértettet fellökték, majd egyikőjük a földön rugdalta a maga tehetetlen nőt. Végül feljelentés lett az ügyből, abból pedig bírósági tárgyalások. Most született ítélet. A paksi járásbíróság két vádlottat mondott ki bűnösnek, mindkettőjüket társtettesként elkövetett rablás büntettében, ezért az elsőrendű vádlottat 5 év 3 hónap fegyházbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 5 év fegyházbüntetésre ítélte. Nem volt jó ötlet az idős látássérült asszonyt kirabolni. Az áldozat állapotát ugyanis súlyosbító tényezőként értékelte a bíró. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy minősített rablásban mondta ki őket bűnösnek, ketten követték el a cselekményt, és idős sértett sérelmére, aki egyébként védekezésre képtelen állapotban is volt. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlottak fellebbeztek.